Úton címmel nyílt fotókiállítás a Salgó-Tarjáni Madách Imre Gimnáziumban. A pályázatra az iskola tanulói adhatták be alkotásaikat, és összesen 33 diák 92 fotóval nevezett. A Fajl Frigyes galériában a színes vagy épp fekete-fehér képeken a mindennapok utazásai mellett a különleges úti élmények is szerepelnek. Azért jó, hogyha sok-sok képzőművészeti alkotást néztek, mert ezáltal fejlődik a képilátásotok, a kompozíciós érzék. Nem veszitek észre, de belétek épül, és az arányrendszereket is nagyon jól tudjátok használni. És ez a bizonyítéka, ez a kiállítás bizonyíték arra, hogy nagyon-nagyon jól és nagyon ügyesen használjátok. És tényleg ez egy olyan kiállítás, amit én nagyon szívesen bemutatnék a múzeumban, ott az oktatóterünkben, úgyhogy hogyha lesz rá lehetőség, nagyon szívesen múzeumi keretek között is helyt adunk neki. Képi megoldásokat, leges-leges legfontosabban a hatást figyelte a zsűri, ugyanis vannak nagyon nyomasztó képek, tehát nem arról volt szó, hogy a legvidámabb, esetleg poénosabb képeket válasszuk ki, hanem azokat, amik valamilyen szempontból megérintik a nézőt. Van olyan kép, ami ez a bizonyos spirituális utazás, tehát azért ahhoz, hogyha az embernek van egyfajta gondolata, és azt szeretné megvalósítani, ráadásul fotóban, akkor a gondolat nem mindig csak annyi. Idézőjelben mondtam a csakot, nem mindig csak annyi, hogy elkattintom a gépet, hanem lehet, hogy még utána is teszek valamit. Ez a, nem a kép feljavításának, a technikai feljavításának a menete, hanem sokkal inkább a gondolat kifejezésének a menete. A fotókon csak minimális digitális változtatást használhattak a pályázók. A kiállítás megnyitóval egybekötött eredményhirdetésen számos díjgazdára talált. A fődíjas Pozsik Gábor lett, akinek a képei egyszerűen vonzák a tekintetet. Úgy gondoltam, hogy ez a fényvillamosos téma a legjobb, ugyanis hát ez illik legjobban bele a képeim közül az Úton címbe, hogy úton van a fényvillamos, és ezért is egy hosszú záridős képeket válogattam. Tehát miközben mozog úgymond a villamos, de a kamera az ugye fixen egy helyből vette. Nem a legkönnyebb az elkészítés elsősorban azért, mert rengeteg fotós szalad úgymond szó szerint a fényvillamos után, mikor megjelenik, így ez okozott nehézséget, hogy másik ember ne álljon bele a saját fotóba. Tulajdonképpen utána autómunkában nem kellett sok, egy kicsit a színeket, illetve a kontrasztot állítottam rajta. Elsősorban tájképeket készítek, azonban néha próbálok egy-két ilyen makrofotót is lőni, akár például virágokról, vagy éppen apróbb állatokról, és valamint jövőben ki szeretném magam a portréfotózásban is próbálni, ezt még egyelőre nem tettem, de igyekszem. A monofotó kategóriában Kisbali Bence és Tajti Georgina képeit választották a legjobbnak, a három fotót magába foglaló kollekció első díjat pedig Vidra Virág és Kaspár Gyöngyvér kapták meg. A fényképeim közül a legelsőt emelném ki. Ez egy fekete-fehér fénykép, ami Budapesten készül. A zsűrinek elsőre nagyon tetszett, legalábbis ezt mondták, azért, mert nagyon szép letisztult, és nagyon jó rajta a szimetria is. Nagyon szeretek fotózni és filmezni is egyaránt. Általában embereket szeretek egyébként fényképezni jobban, de most inkább tájképeket adtam be. Szinte semmilyen utómunkát nem szoktam a fényképeimen alkalmazni, inkább csak a fényeket állítom rajta, illetve fekete-fehérre teszem őket, ha szükséges. A madácsos diákok nem csak az Úton című fotókiállításra adtak be színvonalas műveket, hanem az Eszterházy Károly Egyetem tudományról diákoknak kíváncsiságból pályázatán is kiválóan szerepeltek.